50 bázisponttal emelte irányadó kamatát csütörtökön az Európai Központi Bank. A várakozásnak megfelelő döntést az intézmény kormányzó tanácsa az infláció megfékezésének szükségességével indokolta, és jelezte, hogy márciusban is hasonlóan szigorú döntést fog hozni. A kormányzó tanács továbbra is kitart a kamatlábak jelentős egyenletes ütemű emelése mellett, és olyan szinten tartja azokat, amely hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció időben visszatérjen a 2%-os középtávú célunkhoz, mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. A döntés az euró árfolyamát nem mozgatta meg különösebben. A kamatdöntés fő kérdése az volt, hogy a várakozásoknak megfelelően tovább szigorít-e az EKB, annak fényében is, hogy a vártnál kedvezőbben alakultak az európai inflációs adatok, ami egyes hangok szerint lehetőséget teremtett volna arra, hogy a korábbinál lazább eszközökkel éljen a bank. A döntés azt mutatja, hogy az Európai Jegybank kitart a szigorítás korábban elhatározott üteme mellett.